A település központjai már egészen új köntösben, itt adták át hivatalosan is Nagybajcs legújabb nagy dobását. Az önkormányzat 15 millió forintot nyert egy belügyminisztériumi pályázaton, ezt egészítették ki további 7 millióval. Az összegből utakat és járdákat újítottak fel, aminek a helybeliek nagyon örülnek. A templomtérnek a teljes aszfaltozása valósult meg, illetve vízelvezetése. Ezen felül a harmadik ütemnek az előkészítését elvégeztük, ami azt jelenti, hogy a csövezéseket az aszfaltba lefektettük, ugyanis a harmadik ütemben, ami itt látható, ez az A-oszlop, a villanyoszlop kerül földkábelezésre. A második ütemre, ha visszatérhetünk, egy megnyert Magyar Falu programos pályázatnak a része. Itt térkövezésről beszélünk, a templom északi járdája, illetve a keleti járdája fog teljes mértékben megújulni, illetve ahol most az interjút adjuk, tehát ez a kis tér, szintén a gyalogosoké lesz, tehát ez egy térköves terület lesz. A célunk az, hogyha a villanyoszlop áthelyezés megtörténik, ezt a teret teljes mértékben a gyalogosoknak tudjuk átadni. Nem csak Győr a nagyváros, de a környékbeli települések is gőzerővel fejlődnek és fejlesztenek, többnyire pályázati forrásokból. Erről már a térség országgyűlési képviselője beszélt a téravatón. Simon Róbert Balázs kiemelte, a fejlesztéseknek is hála, egyre csak nő Nagybajcs népesség száma. Nagybajcs lakosság száma néhány évvel ezelőtt, 2-3 évvel ezelőtt 900 fő körül volt, most pedig már 1100 fő. Ez azt jelenti, hogy ha mondhatom így, a győri agglomerációban az egyik legdinamikusabban fejlődő és népszerű, kiköltözés szempontjából népszerű település, és én azt kívánom a nagybajcsiaknak, azon túl, hogy boldog karácsonyt és jó egészséget, hogy ez a dinamikus fejlődés a következő időszakban is maradjon meg, és ennek az élharcosa a polgármester úr és a képviselőtestület, akik élnek a pályázati lehetőségek, és én pedig igyekszem ezt segíteni, mint országgyűlési képviselő a következő időszakban is. Nagybajcson jól láthatóan soha nem áll meg az élet, éppen csak átadták a templom tér első fejlesztési ütemét, már nyertek pénzt a következőre is. Sőt, tervezés alatt van a harmadik etap, melynek köszönhetően jóval komfortosabbá válik a település központi tere.